A Német Alkotmánybíróság úgy döntött, nem egyeztethető össze az alaptörvénnyel a kegyes halál, vagyis az eutanázia tilalma. A testület elnöke szerint ehhez mindenkinek joga van. Ez a jog magába foglalja azt a jogot, hogy az ember elvegye saját életét, és ha ehhez segítséget kínálnak, akkor azt igénybe vegye. Helmut Feldmannnak végzetes tüdőbetegsége van. A krónikus obstruktív tüdőbetegség, közismert rövidítéssel, a COPD az ő esetében azt jelenti, hogy pár éven belül annyira beszűkülnek a légútjai, hogy nem kap levegőt. Ha már nincs több terápia, akkor fájdalmak között megfullad az ember, vázolta fel a sorsát. De az alkotmánybírósági döntés nyomán Németországban már nem büntethetik az eutanáziában közreműködő orvosokat.